Szevasztok, srácok, Zoom vagyok, örülök, hogy itt vagytok. És mielőtt még elkezdünk a mai játszást, gondoltam, hogy elmeséljek nektek valamit. A leírásban benne lesz egy videó, meg szerintem az ajánlóban is, ami egy teljesen más dologról szól, az én másik csatornámról származik, nem mellékesen, és inkább ilyen privát dolgot tartalmaz, úgyhogy ha érdekelnek esetleg ilyen részletek, akkor megnézhetitek a személyes csatornámra, szerint ahol ilyen dolgok mennek oda, lassan egy éve nem töltöttem fel valamit, de most ez is frissült, úgyhogy ha szeretnétek megnézni, akkor a leírásban ez az első link. Viszont ami itt van előttünk, az egy nagyon vicces nevű kontrollálok, haha, nyilván ezt a nevet én találtam ki. Ez egy control lock, tehát egy demon lock deck, és ezzel az ukrán csapat játszott a Hearthstone Global Games-en. Úgyhogy pro playerektől való professzionális listát láthatunk, és majd gondolom professzionális misplayeket, ahogy majd én ezt itt elő fogom adni. Viszont mindenképpen szerettem volna egy demon lockkal menni. Kevésbé kontrollos listát akartam egyébként, de nem találtam igazán jót. Tehát volt a nagyon budget, ami így hát beírta valaki, hogy demon, enter, és így belerakott mindent, ami demon szinergia, még van a kezárt is. Ez volt az egyik véglet, a másik meg az, hogy hú, hát akkor most így beletesszük a handlockos dolgokat. Ez valahol a kettő között van, mert démonok is vannak benne, viszont van benne medív is, van benne Twisting Nether, meg hát így minden, ami kell, és hát persze játszunk a Death Knight-tal, magával, Gul'dannal, úgyhogy nézzük meg a létrán, hogy ez hogy szerepel. Szerintem legalábbis engem nagyon-nagyon érdekel, hogy lehet-e vele valamit, vagy bármit, vagy úgy egyáltalán kezdeni. Na hát és az első remek ellenfelünk. Egy druid, milyen meglepő. I must protect the wild. Your soul shall be mine. Voidwalker, Mistress, Sunfury Protector, Coin-nal szerintem ez így jó. Kérdés csak az, hogy Mistress-tel kezdünk. Agro. Valószínűleg ezt a kettőt ki kell rakni. Coin Defile. Nem, ahhoz greedy leszek most. Jó, és most nyilván ezt ki fogja kerülni. Vagy egyébként megcsinálhatja, hogy belecsapja az arcát meg a pecsiszt. Csak az mondjuk tempóra elég szar neki szerintem. Ha meg fennmarad, akkor megcsináljuk azt, hogy Voidwalker, Coin és akkor a Protector. És leszed ingyen. Milyen szép sorrend lett volna, na de. Egy oda. És még egy mortal coin. Gondolom belecsap pecsizzel és belecsap az arcával. Lesz még buffolása. Na és? Ó, és nem. Szerintem meg kell lépni. Egyrészt. Másrészt. Aha, a lélek szívás. Következő körre jó lesz a drékem. 7 lappal a kezemben. 4-8-as dréket lerakni.
Hát elvileg, hogy van 9 lap lesz a kezemben, akkor még szebb lesz a dolog. Jó. Most Defy-jal le tudjuk szedni gyakorlatilag a felét a dolgoknak. Úgyhogy én ezt szerintem meg is csinálom. Valahogy így. És még mindig tudunk lelket szívni, hogyha nagyon akarunk. Most nyilván megtolhatja a Living Manát, de sok teteje nincs. Buffolást annyit, most persze tudja buff. Hogy rohadj meg. Jó, az elég csini. Jó. Dupla Siphon Soul. Megcsinálom ezt. Na, valószínűleg tepp után igen. Oho. Utána két lelket is ki tudok szívni. Vagy meg tudom csinálni ezt. Jó. Oké. Okay. Hát akkor valószínűleg itt Hellfire lesz a mi barátunkból. Ugye Hellfire a két kislányt megölöm. Ez megöl egyet, megöl kettőt. És körülbelül ennyi, úgyhogy muszáj lesz ezt játsz. Vagy... Csináljuk már meg ezt. Ez azért jó. Ugye ezt letettem egyel, tehát egy kör lemegy. Most, ha kitetszem a spell damage-et, akkor kettő is. Tehát ez a kettő így együtt beteg. Jó. Belecsaphatsz. És ott akartam is kérni. Csodás. Nagyon jó. Jó, hát akkor ez valószínű. Egy olyan. Meg egy ilyen. Kicsit kifogyott a barátunk. A skulóból, de hát... Azt hiszem itt a lélekszívás az még mindig eléggé jó működő dolog. Lecsapja róla, igen, belecsapja. De megcsinálom most Medivet. Szép nagy lény, és a Drain Soul-nak így már van értelme. Például, azon kívül, hogy Lifesteal kapok plusz lényt, és az mindig jó. Gyere arcra. És se Living Mana, se semmi. Kérdés, hogy teppelek-e? Teppen teppelhetünk. Így a kör végére. Jó, Abyssal Enforcer. Azért rakom ki, hogyha van valami removálja, bármi, akkor ezt el fogja használni erre, hogy a Living Manáját ki tudja tolni. Viszont
ugye az abisszál az elég jó lesz ellenük. Igen. Ó. Na és most pluszka. Ornát. I can see. Na. Egy druidskal. Ó, hát sikerült kieszteni egy diványsődes lényt. Egyébként azon gondolkodtam, hogy valami paladinnal játszunk. De az a baj, hogy az összes midrange paladin ugyanazt a listát játsza, tudom, 4-5 lap kivétel, úgyhogy... kicsit még szívva fogom. Jó, hát ezek biztos. Siphonon gondolkodhatnék, de hogyha kalóz, akkor megszívom, és Taunt Warriorral senki nem játszik most, úgyhogy ez kalózok ellen gyakorlatilag az ideális kezdőcsomag. És passzol indít a barátom. Ó, nagyon lassan kezd. A végén még nem lesz igazam. Nem tudom, hogy ezt a matchupot egyébként hogy kell játszani, hogyha ő kontroll. Nem arany, nem is magnéval van, nem tudok mit kezdeni ezzel az összefüggéssel. Akkor aztán teppelünk szépen. Jó. Tehát tempó. Vagy valami ilyesmi, na de... hát ezzel egészen véletlenül pont tudok ilyet csinálni. Elég szar kezdve lehet a barátoknak. Teppeljünk már egyet. Jó lenne rá... egy taunt. És a legrosszabb esetben, hogyha nagyon szellállok HP-n, akkor Doomsayer, és az a gyógyulok 8-at. Jó. Na van, miben belecsapni a dolgot, ez jó. Oké. Aha. Nice. No hát akkor. Defile-al... hogy tudunk megölni mindent? Valószínűleg ő meg fog halni. Ez eléggé valószínű. Csináljunk már így. Tök mindegy, mert kettőt sebez. Aztán még egyet. Ez meg fog, mindenem meg fog halni, úgyhogy akkor ez így megy arc. Szerintem. Ja. Hát és úgy számoltam. Tempo Warrior. Vagy valami hülye tekkel játszó kalóz. Egyelőre kalóz. Tehát full kalóza. Nyitány. És nem teppelek, mert pont elég kontrolleszköz van a kezemben. Nem akarok lejjebb menni HP-ban. Oké.
Na. Szép. Aha. Oké, na, kiszívjuk neki a lelkét. Hogy csináljam? Mert tudok Shadow Bolt-olni oda. De nem, mert akkor a Siphon Soul mindenképpen kell. Ezt tuti. Ez is mindenképpen kell. És ez nyilván megtörténik. Csak nem ez, hanem ez. Bocsánat. Oké, 14-et tud arcra jönni. 24-et. Your magic shall not save you. Hol vagytok, majd tauntok? Muszáj beleteppelnem valami megoldásba. Christine Nadler nem segít. Van-e a kezében egy sebzés? Nyilván van is egy, hanem négy. Unlucky. Oh, Golden Hellfire, csodálatos. Próbáljunk még egyet. Gul'dan versus Valyra. Ó, jó róg. És jé, van nekem glutonos úzom, csak hát akkor nem jön el, amikor kéne, meg ugye a Sun Fury Protector sem. Hellfire-t nem fogom tartani most. Kalózrók, amit nem hiszek, akkor se jó. Hogyha questinggel játszik, akkor sem fogja 3-3-asként kint hagyni. Tehát akkor meg az a bolt sokkal jobb. A glutonos úzból meg valószínű, hát egy armorom lesz. Milyen jó lett volna, hogyha az előző körben, amikor 8-3-as volt a fegyvere, ez kijön. Hát akkor valószínű, hogy picit másképp alakult volna a játszma. Na, előkerült, megnyomkodja a lapokat. Alright, na, nyomjad neki. Patches, always patches. Udvarias pass, vagy drain knife-oljak, vagy drain szólozzak. Következő körbe is ráérek szerintem. Jó. Mindig az értékesebbet. Haha. Kikoinolom-e a sárkányt? Ez a nagy kérdés. Vajon spinozni tud rá? Nyilván. De szerintem még csak teppelek egyet. Belefér és... Rekjük már ki most. Ó, leszedés is elhasznál rá. Arcát is belecsapja, remélem. Állatos.
Van-e nála Viper, Vile Spine Slayer 9 labból? Elég sanszos. Viszont ezt meg tudjuk oldani szépen. Bolt-e a legjobb megoldás? Akarok-e nagyon elmenni olyan irányba, hogy ez most Shadow Bolt Taunt? Hát valószínűleg ez megtörtént. Mennyi nap van a kezembe? 8. Ez jó. Smork. Én vagyok a smorkolok. Ha. Micsoda parádés szóviccek jönnek ma. Ez majdnem olyan jó, mint a Tyrion bácsi a nők bálványa, de nem teljesen. Szép volt. Ez a Rocken, hogy nem biztos, hogy a legbölcsebb dolog így ebből. Jó, ezt én is el tudtam volna használni valami tök másra, de azért ez a hat fenyegetés, azt szerintem pont elég volt. Na és akkor most jön a nagy történet, de itt a Hellfire azért bele fog férni, sőt. Ahhoz így játsszuk el a dolgot. Most evisszeszhetsz rá, persze. Jó. Juhu! Na, Hero Power Arts. Ó! Akkor nem is kell a lényemet feltenni. És valószínűleg ez most egy medív lesz részemről. Az Ocho Spellyét kiszórta az előző körben. Szerintem nem tartalékolt mostanra, aztán a franc se tudja. Dupla Evis kiment, meg prep, meg minden, úgyhogy... Szerintem most kell megjátszani a medivet. Mert ugye ez még egyszer jó. Lecsaphatom, de szerintem azért annál többet ér. És még mindig fel tudom tauntolni, sőt meg tudom azt csinálni, hogy a Drake, és utána a taunt. Nem már. Mondjuk hát, well... Extraordinary. Valószínű, hogy ez megtörténik. Köszönöm, ez is megtörténik. Ja. Eléggé unbelievable. Hát ez egy kis szutyok. 7 lappal a kezembe megcsinálom ezt. Valószínűleg egyébként meg. Ez ennyire át, barátom. Igen. Teppelek-e? Mik teppeltek? Legrosszabb esetben el kell tolnom ezt, és akkor gyógyuló is, meg én is, de nem hiszem, hogy szükség lesz rá. Mivel tud ötöt sebezni? Két lénybe is. Kevés. Na, és így gyógyul egy kicsit. Ez
117. Szó. Ú, és van még egy vissza. Nehogy már az meg legyen neki. Face, twisting, valószínűleg igen. Nem teppelek. Jó, nyilván így le tud tenni, ha felhúzott még egy giantet. Igen. Ezt lehet, hogy ki kellett volna várnom, és ebben lehet, hogy greedy voltam. Viszont ezzel le tudom... Ez már vicc kategória. És volt... Volt démonja. Jó. Másik twisting? Nincs másik twisting. Lehet, hogy meghaltunk. Ja, mert ebben a deckben egy twisting van. Spell damage, defile-al tudunk sebezni. So many possibilities. Only a fool rejects the Lich King. Jó. De akkor meg már inkább ide. Bloody hellfire! És ez így még mindig szól. Szép volt a sorrend, tudom, az előbb az. Give me a quest. Give me a quest. Jó. És így most kb-t meg tudom ölni magam. Ez vicc volt. Jaraxxus lopott, DK-t lopott, Dreadinfernát lopott, lopott ez minden basszus. Na jó van. Lehet, hogy nem kéne ilyenkor játszanom, de azért ez a fiesta, ami itt megtörtént, na mindegy. Viszont ez volt a csodálatos Controlla Lock nevű deck, és hát, hogy is mondjam, egyébként tetszik, annak ellenére, hogy mindenféle durva kontroll dolgok vannak benne, ez egyáltalán nem volt most Resident Sleeper, amivel én szoktam ezeket a deckeket bántani. Ha gondoljátok és meg tudjátok építeni, akkor játszatok vele, valószínűleg én is fogok, mert tényleg tetszik. A Lock nincs a legjobb formájában, és ez ugye látszott most a HGG-n is, meg úgy a létrán is látszik, de próbálkozunk vele, és majd meglátjuk, hogy merre fog jutni ez a lista, ez most bennmarad a gyűjteményem, mert szerintem ez nem fog egyből törlésre kerülni videó után, hogy szokott. Na, ha már videó, akkor az elején, amit elmondtam, a videó leírásában lesz egy személyes, tök személyes videó, hogyha gondoljátok, nézzétek meg, hanem csak a játékos dolgaim érdekelnek, a másik csatornámról lesz belinkelve egyébként, de örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk mondjuk holnap, vagy valami hasonló. Sziasztok!